Szeretettel köszöntöm Ő Excellenciája Túves Kárstein nagykövetasszonyt, Bonifertné Szigeti Márta ügyvezető igazgatóasszonyt, dr. Iványi Zsuzsanna programvezetőasszonyt, Bencsik János MFG-i igazgatóhelyettes, nakvezető urat, országgyűlési képviselőt, továbbá meghívott és megjelent kedves vendégeinket, mindazokat, akik elfogadták meghívásunkat. Örömre szolgál, hogy a világ egyik legszebb szecessziós épületében adhatunk helyet a Nagyzsuzs projekt megnyitásának, amely egyben a befogadó intézmény székhelye is. Bár a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet alapítása alig több mint egy éve történt, az a két kutatóintézet, ami racionalizálási okok miatt összeforrt MFG-vé, a világ két ismert és emblematikus intézménye a saját szakterületének. Nevezetesen az 1869-ben első Ferenc József által alapított Földtani Intézet és az 1907-ben alapításra került az Eötvös Loránd munkacsoportjából kinőtt Geofizikai Intézet. Az intézet irányító szerve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, középirányítását a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal látja el. Az MFG a legteljesebb adatbázissal rendelkezik a hazai, nevezzük így élettelen erőforrásaink tekintetében, ideértve a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalban hozzáférhető adatokat is. Példaként energiahordozók, építőipari nyersanyagok, ásványi nyersanyagok, ércek, felszín alatti vízkészlet, talaj, földtani veszélyek, veszélyforrások, bányászati hulladék. Az évszázados tevékenységi kör mellé új, de nem idegen elemként érkezett az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó Nemzeti Alkalmazkodási Központ 2012. április 1-jével történő megalakítása során. A földtani kutatások és a rendelkezésre álló adatbázisok jól hasznosíthatók az éghajlatváltozással kapcsolatos hatások komplex elemzésében, amely eredmények előfeltételei a különböző tervezési feladatok, stratégiák kialakításának is. Mindezek mellett a Magyar Földtani és Geofizikai Intézethez került a hazai vízkút nyilvántartási rendszer, mely szintén segíti a Nemzeti Alkalmazkodási Központ munkáját. A NAC, vagyis a Nemzeti Alkalmazkodási Központ másfél éves munkájának gyümölcsei most kezdenek beérni. A NATIR projekt beindulásával, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia társadalmi vitájának megkezdésével és a Klímadialógus Szakértői Fórum munkájának intenzív tételével. Ez a rendezvény fontos állomás az MFG-nak életében is. A Földbolygó nemzetközi évek közel 80 ország részvételével 2007, 2008, 2009 évben zajlott a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar UNESCO Bizottság bábáskodásával, amely során 2008-as év egyben az ENSZ tematikus éve is volt. Ennek keretében született a Magyar Nemzeti Bizottság által kiadott nyilatkozat is, összhangban a többi ország nemzeti bizottságával, melyben rögzítésre került többek között az a megállapítás, hogy a klímaváltozás mellett a talaj, termőföld, ivóvíz, energiahordozók és nyersanyagok sérülékenysége egyidejűleg a fenntartható társadalmi és gazdasági folyamatok kulcselemei, és az alkalmazkodás komplex alapkérdéseit vetik fel. Nem véletlen tehát a Nemzeti Alkalmazkodási Központ intézményi környezete és helye a közigazgatásban, és ebből vezethető le az alkalmazkodás szakmai megközelítése filozófiája. A NATIR a mindannyiunkat fenyegető klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében készül, de az eddigi különböző helyeken meglévő adatbázisok összekapcsolása által a hazai tudományos életben épp úgy úttörő jelentőségű lehet, mint a mindennapi, vagy éppen a stratégiai tervezésben azáltal, hogy a hálózati jellegű kutatásszervezési új modelljét hozza létre. A projekt a leendő partnerek aktív és elkötelezett együttműködése nélkül nem lehet sikeres. De hangsúlyozni szeretném, hogy a közös eredmények mindannyiunk számára hasznosíthatók lesznek. Ezért kérünk mindenkitől támogató hozzáállást, együttműködést és
Ez az indító értekezlet annak a körvonalait is tisztázni szándékozik, hogyan alapozzuk meg a további közös munkát. Köszönetet mondok az EGT támogatási alapnak és norvég partnereinknek, hogy a hiánypótló munka elindítását lehetővé tették, az alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz programon belül. Külön köszönjük nagykövetasszony támogató hozzáállását, köszönjük a REC-nek is a projekt előkészítése során végzett munkát. Bízom benne, hogy a nap végére nem csak az alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz programról és a NATÉR projektről tudnak majd többet, de a partnere együttműködésen is elindulhatnak, továbbá helyre kerülnek azok a részletek is, amelyek mentén az MFGI és a REC kölcsönösségi alapon méltányos keretek között egyenrangú partnerekként fogják működtetni a projektet. A tanácskozás moderátora Shifter Lívia lesz, aki a NATÉR projekt előkészítésében és elindításában fontos szerepet játszott és játszik. Eredményes és sikeres tanácskozást kívánok!